A mentorálás nagyon korán kezdődik. Az első mentorok, a családot nem így nevezzük, tehát valahol az óvodába kezdődik, amikor fogjuk és értelmesen fogjuk az eteket, és az életkornak megfelelő választ adunk a kérdéseitekre. Egy átlagos öt gyerek napi 125 kérdést tesz föl, egy végzős egyetemi hallgató napi 5-öt. Valahogy a kettő között kellene megállapodni. Korán kezdődik, és hát a gimnazistáknál nem csak azok a mentorok, ahol majd megtalálják a laboratóriumokban a kutatókat, hanem azok is, akik a gimnáziumban felkészítik őket. Következő bemutatkozónk a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumának tanulója, az ő vezető tanára Futóné Monori Edit, a vezető biológia tanár. Egy olyan biológia tanár, amilyen tanárra azt hiszem mindannyian vágyunk, tudományos látásmódra ösztönzi a növendékeit, arra, ami a kutatás lényege, hogy soha ne fogadják el a készen kapott válaszokat, különösen, ha berzengednek valamilyen készen kapott tudományos választól, mert máshogy fogják föl, nem értik, más utat látnak. Arra biztat, hogy a hallgatói merjenek kérdezni, a miértek után kérdezni, és soha ne jussanak oda, hogy a 125 kérdésből már csak 5 marad. Felkérem tehát a tanárnőt, hogy mutassa be a mentorált diákját, és talán arról is, hogyha mondana néhány szót, hogy milyen tehetséggondozó eljárásokkal ösztönzi a diákjait, bár ezt a tehetség szót azt hiszem túlhasználtuk, tehát hogy hogyan bontakozzanak ki a ránk bízott fiatalok. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Szeretném megköszönni a meghívást diákjaim nevében, és azt is megköszönni, hogy bemutathatom Bényei Ivát középiskolai tanárként. A gondolkodni akarás egy dolog. Rendelkezni a gondolkodás tehetségével megint más. Bényei Éva a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumának diákjaként nem csak a tehetség, a szellemi flexibilitás, vagy éppen a következetes és intenzív tanulás kutatói munka jelképe, hanem sikereivel, vonzó, sokoldalú személyiségével, egyúttal a nálunk folyó szellemi, szakmai munka innováció referenciája is. Az iskolánkban már évek óta egy olyan képzés és tehetséggondozó struktúra, ha úgy tetszik, szellemi műhely kialakításán dolgozunk, amely egy új típusú elitképzés medialitásának, beszédmódjainak, intézményeinek, munkakultúrájának alapjait próbálja megalkotni. A korábbi esetleges és sporadikus tehetséggondozó formák eredményeinél magasabb színvonalat, egyenletesebb teljesítményt várunk, és egyre inkább, ahogy itt a példa is mutatja, kapunk ettől a szerkezettől, amelyben diákjainknak folyamatosan reflektált, korszerű tudásszerkezetet próbálunk közvetíteni. A szakszerű és intenzív intellektuális munkára fogékony tizenéveseink, nagyon sok közöttük vonzó lehetőséget lát a természettudományok iránt érdeklődő és kialakult szakkörök iránt, valamint az évről évre új nyelvet és témát, szakmai területet felkínáló projektmunka iránt. Erre a két egymás mellé rendelt pillére épül a legerősebb tehetségek, komolyabb képzése, árnyaltabb gondozása. A kiemelten támogatott tehetségeinket többszintű visszacsatolással próbáljuk integrálni a szakkörök, projektmunkák hálózatába. A tehetséggondozó szisztémánk csúcsára került diákjainknak mentori feladatokat kell ellátniuk, állandó referálási kötelezettségük van a szakköri projektcsoport közönség előtt. Példaképek ők, követendő minták, úgy kortárs csoportjuk, mint az alsóbb évesek számára.
Bényei Éva az elődei által teremtett tradíciót írja tovább, tehát nem a semmiből jött, hanem egy olyan szellemi műhelyből nőtt ki, amely elsősorban a természettudományos tudásalkotás feltételeit, alaptechnikáit kísérli meg, lehetősége szerint lelkiismeretesen megmutatni, közvetíteni. Néha ilyen alkalmakkor úgy gondoljuk, ez részben sikerül. Köszönöm a figyelmüket, és kérem Évát, mutassa be, és tárja fel előttünk gondolatait a tudományról. Tisztelt elnök úr, tisztelt közönség, szeretettel köszöntök mindenkit. Bényei Éva Bernadett vagyok, és előadásomban megmutatom, hogy engem hogyan is fertőztek meg a természettudományok, és miért nem bántam ezt egy percig sem. Valahonnan innen indultam, mert kiskoromban imádtam a versenyhelyzeteket, a versenyzést, de nem feltétlenül a díjak vagy az elismerés miatt, hanem magáért a különleges helyzetért, amikor megmutathattam, hogy mit tudok. Ez a szemtelen tantárgyba kipróbáltam magam, és itt találtam rá a természettudományokra. Jelen pillanatban a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának vagyok végzős diákja, és én már több mint 4 éve foglalkozom különböző projektmunkákkal. Ez idő alatt remek lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem, milyen a labori hangulat, és milyen ott sétálni a folyosókon a többi kutatóval, és azt hiszem, ezt át kell élni, ezt nem lehet leírni. Emellett idén én töltöm be a Kutatódiákok Országos Szövetségének egyik alelnöki posztját, valamint a Lányok Napja nagyköveti hálózatának is tagja vagyok. De nézzük, neked mi jut eszedbe a tudományról? Erre a kérdésre számtalan választ adhatunk, azonban általában hasonló képek jelennek meg előttünk. Gondolunk híres tudósokra, kutatókra, feltalálókra, irodalmárokra, filozófusokra. Picit a természettudományokra szűkítjük a képet. Általában megjelenik előttünk az őrült tudós, de a misztikus ismeretlenséggel körüllengett laboratórium képe is. Sokan gondolják, hogy ezek a területek bonyolultak, nehezek, érthetetlenek, és ezért nem éri meg vele foglalkozni. Azonban szerintem ez nem így van, hiszen a tudomány egy lehetőség, egy olyan ablak a világra, amit már diákként is kinyithatunk, és igenis megéri a fáradtságot. Előadásomban bemutatom, hogy én miért gondolom így. Körülbelül 8-os voltam, amikor biológia tanárnőm Futóni Monalédit javasolta, hogy próbáljak ki egy nem hagyományos típusú versenyt is. Itt a csapatoknak, akik indultak, egy előzetes feladatot kellett végrehajtani, egy önálló projektmunkát elvégezni. Két barátnőmmel beszabadultunk a konyhába, és élelmiszerszínezékekkel kezdtünk foglalkozni. A természetes anyagoknak a színváltozását vizsgáltuk a pH függvényében. A kísérlet nem volt bonyolult, sőt annyira jól sikerült, hogy amikor a lakáposzta levét próbáltam kinyerni, és rajta maradt egy pici a kezemen, megpróbáltam lemosni a csapvízzel, és kék lett a kezem. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, ezt próbáljátok ki, nagyon jó élmény. De visszatérve a projektre, ez egy remek lehetőség volt arra, hogy megtanuljam, hogyan kell elkezdeni egy ilyen munkát, hogyan kell kivitelezni magukat a kísérleteket, leírni a tapasztalatokat, és későbbiekben összefoglalni, valamint egy előadás során bemutatni a tapasztalatokat. Ez a munka annyira megtetszett, hogy folytattuk egy barátnőmmel együtt, és immár a természetes helyett mesterséges élelmiszerszínezékeket vizsgáltunk, tehát kerestünk a csoki darazséknak a felszínén. Különböző módszereket próbáltunk ki, többek közt vékony réteg kromatográfiát, spektrofotometriát, illetve HPLC-t, és arra jutottunk, hogy ezek az anyagok valóban mesterségesek, és így valószínűleg nem érdemes őket fogyasztani, tehát igaza van szüleinknek, amikor ezek elkerülésére bíztatnak minket, holott titkon azt reméltük, hogy ennek az ellenkezőjét bizonyítjuk be, de nem adtuk föl. Az édességeknek egy pozitív tulajdonságát is gorcső alá vettük, nevezetesen az antioxidáns tartalmukat mértük kedvenc finomságainknak. És örömmel mondhatom, hogy a csokoládé magas antioxidáns tartalma miatt átment a rostán, mértékkel ugyan, de szabad belőle lennünk, akár az egészséges életmód részeként is. Ezután egy kicsit élesebb projektváltás következett, a látvány az, ami megmaradt, hiszen a genetikára, azon belül is a szintetikus biológiára tértem át, és világító baktériumokkal kezdtem el foglalkozni. Ez a projekt rendkívül érdekes volt, nagyon sokat tanultam belőle, és röviden összefoglalva arról szól, hogy az E. coli törpe tartozó bacikat, amelyek körülöttünk élnek, sőt még bennünk is, olyan tulajdonságokkal ruháztam fel, melyektől világítanak. Nevezetesen egy olyan DNS szakaszt juttattam beléjük, melyekről az átíródó fehérjék reakciójába keletkezik fény. Azért is részletezem ennyire,
mert fantasztikus élmény volt, amikor végre sikerült a kísérlet, és megláttam ezeket a telepeket a saját szememmel is. Ezt az élményt is át kell élni, és remélem mindannyian át fogjátok élni. Ezt követően a projektet nem fejeztük be itt, nem fejeztem be itt, hanem folytattuk, hiszen akartunk egy gyakorlati alkalmazást is találni erre a rendszerre. De szembesülnünk kellett egy problémával. Ahogy a képen is látható, körülbelül 10 óra világítás után alább hagyott a fénykibocsátás. Ez pedig nem jó jel volt, de különböző nézőpontokban megvizsgálva a problémát, sikerült megoldást találni, és a következő részben már azon dolgozhattunk, hogy hogyan lehet ezeket a baktériumokat a tesztelési rendszerként alkalmazni. És ennek a leírása már elméletben meg is született. Illetve most nyáron tettem egy kis kitekintést, nevezetesen a Summer School of Science nevű Horvátországban megrendezésre kerülő nemzetközi kutatótáborban foglalkoztam cukorbetegséggel. A cukorbetegség egy különleges típusával, a Moodyval. Két diáktársammal erre a betegségre kerestünk olyan anyagokat, olyan biomárkereket, melyeknek jelenléte vagy a szintje egyértelműen jelzi, hogy az adott paciens ebben a betegségben szenved. Ez az adatbázis, amit itt láthatunk, ez csak egy kis töredéke annak, amivel dolgoztunk. Ezért is a bioinformatika, illetve a statisztikának az eszközeit hívtuk segítségül, és sikeres projektet zárhattunk 10 nap munka után, mert találtunk olyan anyagokat, melyeknek a kombinációja választathat a feltett kérdésre. Továbbiakban mindenképpen szeretném folytatni a tudományos munkát, és mostanában az érdeklődésem az idegtudományok felé fordul. A többiek említették, nekik van akadémiai mentoruk, és remélem, hogy a közeljövőben ez nekem is megvalósul. De két ígéretet tettem. Egyrészt, mint az előbb bemutattam, hogyan is jutottam el idáig. Másrészt, megmutattam, mit adott nekem a tudomány. Azt hiszem, azt nem kell részletezni, hogy miért adott új ismereteket, hiszen ennek csak egy töredékét villantottam fel. Viszont egy nagyon jó kihívás is. Én utálok unatkozni személy szerint, és ha ti is így vagytok vele, ajánlom ezt a területet, mert ez az, amivel tényleg mindig lehet foglalkozni. Emellett számtalan sikerélményt köszönhetek a tudományoknak, versenyeken, konferenciákon való részvételt. Melyek közül a legbüszkébb arra vagyok, hogy kétszer is képviselhettem hazánkat az ifjú kutatók nemzetközi konferenciáján, ahol tavaly Hollandiában ezüst, idén Indonéziában pedig aranyérmet szereztem. Emellett talán egy még fontosabb dolgot adott nekem a tudomány. Számtalan barátot, mind hazai, mind nemzetközi porondról, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, és remélem egy nap a kollégájuk lehetek. Emellett utazási lehetőségeket is nyújt a tudomány. Ezt én is kétkedve fogadtam, és hogyha pár hónappal ezelőtt valaki azt mondja, hogy ez fog elrepíteni Bali szigetére, valószínűleg kinevetem. De mindez valóra vált, és én hiszem, hogy ez csak egy nagyon szép sorozatnak a kezdete. De a tudomány nem csak a munka végeztével, hanem a munka közben is számtalan szórakoztató pillanatot rejt magában. Gondoljunk csak arra, hogy akár a kémia órákon, vagy különböző kísérletezés során egy kémiai reakció, mely színváltozással, esetleg robbanással jár, épp úgy lenyűgözi a legkisebbeket, mint a legnagyobbakat. És azt sem kell magyarázni, hogy miért édes elfoglaltság pillecukorból DNS-t építeni. Sokan gondolhatjátok, hogy ezután nincs szabad időm, nincs időm mást mit csinálni. De ez nem így van. Egy napba tényleg belefér minden, amit szeretnénk. Én például mostanában a főzéssel kezdtem el ismerkedni, és egész jó barátságot kötöttünk. És ezután is szeretném megköszönni családomnak, tanáraimnak, iskolámnak, mentoraimnak és diáktársaimnak mindezt a támogatást, ami nélkül most nem lehetnék itt. Illetve az inspirációt a Kutatódiákok Országos Szövetségének, a mozgalomnak, mely összefogja a kutató gimnazistákat. Mindazért, amiért itt lehetek. És ezután csak annyit mondok, hogy remélem találkozunk a laborban. Köszönöm szépen Bényei Éva Bernadett bemutatkozását. És azt is, ahogy bemutatta a tudománynak azt az érdekes természetét, ahogy a értő kézben kiszökik a konyhából, aztán meg visszaszökik a konyhába különböző technológiák formájában.